Csete Dóra, az újra boldog Július. Július éppen egy fényes napocskát rajzolt a szép fehér papírra, amikor valaki kopogtatott a szobája ajtaján. Június jött látogatóba, hogy felkészítse Júliust a meleg nyári napokra. – Szia! – kiáltotta Július, amikor meglátta testvérét az ajtóban. – Nézd, mit rajzoltam! – tolta el a napocskás rajzát. Nagyon szép, és kezdetnek nem is rossz, mondta Június, és folytatta. Kicsit szomorkás volt a tegnapi időjárás, hol előbújt a nap, hol eltűnt egy felhő mögött. Ez inkább az én feladatom volt, tudod jól. Most már július másodika van, itt az ideje a sok-sok meleg hétfőnek, kednek, szerdának, csütörtöknek, pénteknek, szombatnak és vasárnapnak is. Tette hozzá kedvesen június. Rendben, értem, csak tegnap még eléggé álmos voltam és szomorú. Szomorú? Miért? Azért, mert nem találtam a citromsárga hajgumimat és a görögdény és tányérkámat. Augustus állandóan elpakolja, amikor ő következik, én meg ilyenkor olyan szomorú vagyok, amikor nincs meg. Mondta megint szomorkásan Július. Jól van, segítek megkeresni, ajánlott a fej Június. Benéztek a szekrénybe, az ágy alá, meglesték a kanapét is, hát ha becsúszott a két párna közé, de nem találták. Hosszasan gondolkodtak a babzsákfotelen ülve, amikor Július felugrott és nevetve így szólt. Azt hiszem, tudom, hol a hajgumim benne maradt a farsangi ruhám zsebében, amikor napraforgónak költöztem. Majd kacagva kihúzott egy fiúkot a szekrényében, és elkezdett benne kotorászni. – Meg is van! húzta elő, és bele is tette gyorsan a hajába, mielőtt újból elveszne. – Ügyes vagy! – mondta elismerően Június. – Már csak a díny és tányérodat kell megtalálnunk – mondta elgondolkodva, és kiment a konyhába. Július követte testvérkéjét, mert már nagyon kíváncsi volt, hogy augusztus vajon hova tehette az ő tányérját. Június bekukkantott a tűzhely mögé, és kiemelte Július elveszett neki görögény és tányérkáját. Eszembe jutott, hogy augusztus mindent ide dobál be, ami már nem kell neki. Na, de megvan, és ez a lényeg. Most már nem lesz elszomorú, ugye? kérdezte a citromsárga ruhás Júliust, akinek arcán hatalmas mosoly húzódott végig. Eszemben sincs. Most már csak a szikrázó napsütés, a görögdínje, kukorica, megy, és a többi csupa finom és jó dolog vár rám. Helyes, bólintott június. Ha te boldog vagy, akkor a szíved is fényes, akár a ragyogó csillagok, a szép nyári égbolton. Késő estig beszélgettek, egészen addig, amíg július el nem aludtak a napén. Június betakarta, majd lábújhegyen kiosont a szobából.